Sziasztok! Mai videóban erről a reflektorról fogunk beszélni. A Heikakinek a akkumulátoros reflektora. Az UB18DD névre hallgató reflektor. Ez egyébként egy kifejezetten ipari cuccnak ígérkezik, már a súlyából is érezni lehet, hogy úgy mondani van benne anyag. Még amit eddig láttam róla videókat, tehát ott leesik így a lépcsőn, meg mit tudom én, nem lesz semmi baja. Ki is nézem belőle, mert tényleg nagyon masszív. 18 voltos IP65-ös por meg vizállóság. Azt mondja, hogy 10.000 lumenes, tehát az nem gyenge. Nézzük! Na, így néz ki. Egy ilyen foggantyú. Sok apró kis ledes lámpa. Itt hátul gyakorlatilag ide lehet belerakni az akkumulátort. Itt van a bekapcsoló, ráadásul nem csak a bekapcsoló, itt tudjuk is szabályozni. Tehát egy 2000 lumentől 10.000 lumenig, annak függvényében, hogy milyen erősségű fényt akarunk. Itt egy USB bemenet, itt igazából tudjuk tölteni a telefonunkat, vagy minden olyant, ami erről töltődik, de ez nem csak akkumulátorral működik, hanem rendesen kettő buszról is. Nem csak akkumulátorral működik, hanem kábelről is. Itt azt látom, hogy itt van egy kis pöcök, ezt el kell fordítani ahhoz, hogy be tudjuk rakni, viszont utána már gyakorlatilag nem tudjuk kivenni, csak akkor, ha megint eltekerjük. Egyébként, ha nem akarjuk pont az akkumulátorokat ezzel meríteni, hogy egy ilyen 10.000 lumenes reflektort működtetünk, akkor lehet kábelesen is. Itt konkrétan van egy ilyen, ezt lehet ilyen nagyobb állványakra is feltenni, és akkor nem csak lentre lehet rakni, hanem akár ilyen állványról is lehet működtetni, most lehet, hogy itt lentről is lehet, nem tudom. Itt kaptunk hozzá ilyet is. Úgyhogy nagyjából ez, amit kell róla tudni. Iszonyú masszív. Tehát ez kb. Úgy érzem, mint a túl, nagyon-nagyon túl lenne biztosítva. Súlya is van. Na de nézzük. Hozok két akkumulátort. De csak egyet. Egyébként, ahogy említettem, 18 voltos, tehát hogy a sima 18 voltos akkumulátorral is működik, meg a multivolttal is, tehát és berakunk egy multivoltot is. Így, jó. Ezt most kiszedem a kábelt, mert most akkumulátorosan fogjuk kipróbálni. Na nézzük, itt van hátul a bekapcsoló. Szemekre vigyázni. A kisállító az nagyon jól meg lett oldva, mert konkrétan nem lehet úgymond túltekerni,
Tehát amikor elérte a minimumot vagy a maximumot, akkor kettőt villog, és akkor tudjuk, hogy adta max, vagy adta maximum, vagy adta minimum. Középen van ugye a bekapcsolója. Arra vagyok kíváncsi, hát van egy kis USB-s valamim, hogy ilyenkor tudjuk tölteni ezt, vagy csak akkor, amikor az áram lehet. Úgy látszik, hogy akkumulátorról is tudjuk tölteni akár a telefonunkat, jelen esetben kis mikrofon portunkat. Tehát lehet róla külön tölteni ezeket a dolgokat. Ez a max. Na, tulajdonképpen az egész úgy indult, hogy akartam egy jó reflektort, ami akkumulátoros. Nagyon sokszor, ahol dolgozunk, lehet, hogy nincs úgy ablak, gyenge a fény, tehát nem ártan egy reflektor. Ráadásul ugye ott is van úgy, hogy áramot szerelnek, vagy akármit, és akkor nincs fény, pedig kéne. De a műhelyben is tapasztaljuk, hogy van, amikor annyira nem megfelelő a fény, mert kicsit felhős idő van, akármi, ezért van egy csomó reflektor már felrakva. Viszont még úgy is nagyon sokszor a vágásnál, csiszolásnál nem ártana egy plusz fényforrás. Arról még nem is beszélve, hogyha nincs áram egyáltalán, tegyük fel, akkor meg nagyon-nagyon sötét van. De most gyakorlatilag kipróbálni úgy fogjuk, hogy egy pár másodpercre az összes fényt lekapcsoljuk. Ugye nekem az volt az elképzelésem, hogy ezzel az egy reflektorral, a 10.000 lumennel a műhelyet be lehet úgy világítani egy rövid időre, hogy ha tegyük fel, csak ki szeretnénk valamit pakolni, el szeretnénk vinni valamit, és nincs áram, ne az legyen, hogy full sötét van. Úgyhogy most lekapcsoljuk az összes fényt, és megnézzük, hogy mégis hogy néz ki ez a... Hát ez lenne a max, ezt ha fölfele fordítjuk, hát bevilágítja a műhelyet eléggé rendesen. Tehát, hogy még ha fel is lenne rakva valahová, hogy föntről jöjjön, vagy fentről verődjön visszafele a fény, akkor meg még inkább. Tehát a 10.000 lumen az 10.000 lumen. Kapcsold vissza, légy szíves. Na de nem csak olyankor fontos, hanem olyankor is, hogy tegyük fel, hogy itt akarnám gérezni ezt a lapot, és egyszerűen nem látom annyira, mert bárnyék alak vagy akármi, akkor lehetne ilyet is csinálni, hogy ezt oda teszem, és beállítom olyan erőségre, ami nekem jó, és már is látom a burkolatnak az élit. Ez a probléma szokott lenni egyébként a vizes vágónál is, tehát ott is, amikor megnézem, hogy a tárcsa pont a vonalon fussa, meg ilyenek, jó lenne egy olyan erős fényforrás, amit csak oda lehetne vinni rögtön, megnézni, és akár oda lehelyezni. Tehát erre gondoltam elsősorban. Na meg vannak ilyen kisebb WC-k, ahol lehet, hogy nincs ablak, természetes fény nem tud bejönni, meg ilyenek, olyanokban is szoktunk dolgozni, és a méréshez, meg jelöléshez nem árt, ha van fény. Így gyakorlatilag, ha nagyon nagy fényre van szükségünk, akkor is jó, ha kisebbre,
meg akkor is jó, tehát, hogy úgymond próbáltam azt a fajtát választani, ami legtöbbször, a legtöbb helyzetben, tehát gyakorlatilag ha kicsi fenny kell, ha nagyobb, ez megfelelő. Ennek van egy, van két kisebb tesója is, tehát van egy egész kicsi is, egy 2000 lumenes, meg van egy 4000 lumenes, de valamiért ezt a 10000 lumenest választottam. Amikor én vásároltam, ez ilyen 109000 forint volt, akkumulátor nélkül, töltő nélkül, minden nélkül, ezzel, amit láttatok a dobozba. Most nem tudom, mennyi lehet az ára, de majd amikor a videót kirakom, akkor meg fogom nézni, és benne lesz a videóban, hogy mennyi az ára. Ahogy mondtam, nagyon, nagyon masszív, meg nagyon-nagyon súlya is. Látom, hogy tényleg arra fejlesztették ki, hogy ilyen ütéseket, mindent kibírjon, mert ilyen gumi mindenhol, a többi az még fémes, az akkumulátor is szépen el van zárva, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon spéci cucc. Na, a mai videóban nagyjából ennyit, úgyhogy ha reflektort akarnátok vásárolni, ajánlom figyelmetekbe. Köszönöm szépen a figyelmet, és a következő találkozásig. Sziasztok! Ó, az azért sötét van, ha nézzük csak. Ja. Miska. Az asszony kizavarna a házból. Hú, bevilágítja rendesen. Még a izé legalacsonyabb van is. Rahat jó. Sziasztok!